Hát folytatjuk részben brüsszeli politikával. A Kárpát-medencei képviselők gyűltek össze Budapesten, megtárgyalták az együttműködés lehetőségét, és természetesen Erdélyről esett a legnagyobb szó, hiszen ott már fél idejénél tart az EP választásokat megelőző aláírásgyűjtés. Kelemen Hunorral beszélgetek mindjárt. Tisztelt konferencia! Az elmondottak szellemében két javaslatom van a Kárpát-medencei magyar képviselők forma részére, amely javaslatokat az ülésünk későbbi szakaszában majd szavazásra is kívánok bocsátani. Az első javaslat, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, mint a legerősebb demokratikus felhatalmazással rendelkező nemzetpolitikai szervezetünk, 2020-tól kezdődően minden év március hónapjában fogadjon el az előző évre vonatkozóan egy közép-európai magyar identitásvédelmi jelentést, amelyet a szomszédos országok kormányai, valamint az Európai Unió vezető testületei rendelkezésére bocsátunk. A jelentés tartalmazhatná mindazokat a tényeket, adatokat, folyamatokat és összefüggéseket, amelyek kirajzolhatják egy-egy nemzetrészünk önazonossága megőrzésének jogi, politikai és szociológiai környezetét. A jelentés összeállításának módszertanáról már holnap megkezdhetnénk az egyeztetéseket. Sikeres munka esetén pedig akár a FUEN-nek is javasolhatnánk egy össze-európai jelentés rendszeres előkészítését. A másik javaslatom, hogy a fórum kérje fel az országgyűlést, valamint a magyar kormányt, hogy a 2020-as esztendőt nyilvánítsa a magyar nemzeti összetartozás évének. Orbán Viktor miniszterelnök úr megfogalmazása szerint a magyarság életében megszűnőben van az 1920-ban kezdődött 100 év magány, és annak érdekében, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg, a nemzeti összetartozás érzése és tudata mellett a kulturális önvédelmi képességünket is meg kell erősítenünk Magyarországon és a külhoni magyar közösségeinkben egyaránt. A nemzeti összetartozás évében mindezért nem pusztán emlékeznénk a trianoni tragédiára, és tisztelegnénk 100 év magyar nemzedékeinek nemzetűség előtt, hanem a térség népei felé tett új együttműködési ajánlat révén a közép-európai jövőt is szolgálnánk. A stúdióban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ma a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán vett részt. Kövér László itt két nagyon fontos javaslatot tett, amiről döntés is született. Innentől kezdve a KMKF minden évben készít egy jelentést. Ugye miről szól ez a jelentés? Milyen tartalommal készül majd el? A jelentés az a közép-európai nemzetek, országok és persze a kisebbségeket is identitásáról szólna, egy ilyen identitásjelentés lenne, hol tartunk, hogyan állunk, egy szociológiai és nem csak szociológiai, demográfiai, de nem csak demográfiai, gondolom, hogy gazdasági kérdések is szerepelnének benne. Tulajdonképpen a közép-európaiság eszméjét hozná vissza, és egy kicsit ezt vizsgálná évről évre, hogy hogyan állunk itt. Magyarok, románok, szlovákok, csehek, lengyelek, osztrákok, horvátok akár, és én ezt nagyon fontosnak tartottam és tartom, azért mert tulajdonképpen, hogyha egy ilyen jelentés elkészül, akkor az nem csak egy munkaanyag a KMKF-nek, hanem a különböző országokban, a különböző helyzetben élő közösségeknek is egy fontos dokumentum, lehet irányadó dokumentum, amihez akár közpolitikai kérdéseket is később hozzá lehet rendelni. Például mit akarok korrigálni? Akarom korrigálni a kisebbségvédelmet valamelyik országban. Demográfiai kérdéseket akarok korrigálni. Látom, hogy hogyan állunk. Ezt még ki kell dolgozni, a pontos eljárást, a pontos munkamódszereket, de mivel hasonló jelentések már készülnek különböző országokban, azt hiszem, hogy ez viszonylag egyszerű lesz. A jövő héttől kezdődően ezt a szakértők összerakják. A másik javaslat a házelnöknek az volt, ami arra vonatkozik, hogy 2020-at a KMKF tekintse, nyilvánítsa a magyar összetartozás évének, esztendejének, és nyilván ez megint egy szimbolikus kérdés elsősorban, és nem főleg a múltról szólna, erről beszéltünk, hanem a jövőről szólna. Mert tulajdonképpen látnunk kell azt, hogy egy 100 esztendő eltelt a trianoni döntés óta, eltelt az impériumváltás óta, építkezni kell, elkezdődik egy újabb 100 esztendő. Hogy milyen lesz ez a 100 év, nem tudjuk, de az első évtizedeket, az első 1-2 évtizedet még meg tudjuk határozni. Nekünk Erdélyben az a fontos, hogy ne adjunk föl a szülőföldből semennyit, erős magyar közösségként ott maradjunk, növekedjünk, versenyképesek legyünk, és megőrizzük az etnikai, nyelvi, vallási identitásunkat.
és úgy adjuk tovább a következő nemzedékeknek, a mi gyerekeinknek, unokáinknak, és ők majd eldöntik, hogy hogyan viszik tovább, de nekünk kötelességünk megteremteni a lehetőségét, hogy magyar közösségként otthon maradjunk a szülőföldünkön. És ilyen szempontból nyilván ez egy szimbolikus döntés, vagy egy szimbolikus horderővel bíró döntés volt, javaslat volt, amit mindannyian támogattunk egyhangulag. Ez, csak egy pillanatra visszakanyarodok ehhez a jelentéshez, ez egyfajta politikai dokumentum? Tehát mikor a környező országok kormányai kapják meg? Kormányai és törvényhozásai. Egyébként hasonló jelentéseket készítenek különböző szervezetek. Ezek az Európa Tanács mellett működő szervezetek, de országok is készítenek jelentéseket, hogyha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a külügyminisztériuma milyen jelentéseket készít évről évre. Ugye ennek van gyakorlata, és a közép-európai államoknak az érdekei hasonlóak. A céljaik is hasonlóak. Az együttműködés az fontos. Én azt gondolom, hogy a közép-európai együttműködésben eszméletlen nagy távlatok vannak, csak föl kellene már ismerniük ezeknek a nemzeteknek, hogy egymásra vagyunk utalva, egymásban ne ellenséget vagy ellenfelet lássunk, hanem partnereket lássunk hosszú távon. Nézzük meg, hogy melyek a közös érdekeink. Nyilván a múlt sérelmein, a múlt gyötrelmein túl kell lenni. Ez nem egyszerű senkinek, nekünk sem könnyű. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a múltat, nem is lehet elosztani. Megváltoztatni sem lehet. Pontosan, hogy a következő 100 évről beszélünk, de akkor tisztában kell. Erre kell tekinteni, építkezni kell. Szülőföldön kell építkezni, talpon kell maradni, szoktam én mondani otthon. A mi elmúlt 100 esztendőnk, a talpraállásunknak a 100 esztendeje is lehet. Hányszor megpróbáltak elgáncsolni bennünket, hányszor elbotlasztottak, hányszor elvették mindenünket, kisemmiztek, hányszor kellett talpra állni. 100 esztendő a talpraállások története. Építkeznünk kell. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben ma már jobb helyzetben vagyunk, mint voltunk évtizedekkel ezelőtt. Ön azt mondta, azt nyilatkozta, hogy erős Kárpát-medencei magyar képviseletet szeretne az RMDS, az Európa Parlamentben. Ugye ez két szempontból is érdekes most, az egyik a román belpolitikai helyzet, illetve a Fidesszel kapcsolatos problémánk. Beszéljünk, hogy vegyük ketté ezt, ugye az aláírásgyűjtési időszak felénél. Annak nagyjából 100 000 aláírást sikerült összegyűjteni. Mi a tétje az erdélyi magyarság, a romániai magyarság szempontjából a mostani EP választásnak? Többféle megközelítés van. Az egyik az nyilván egy európai megközelítés, hisz európai parlamenti választásokról szólunk, és azt mondjuk, hogy ott kell lenni, ahol a döntések születnek, és ott szeretnénk lenni az Európa Parlamentben egy erős magyar képviseletet erősítvén mi magunk is, és dolgozni együtt azokkal, akik a magyar ügyet akarják képviselni egyikrészt, másrészt pedig az Európai Unió változni fog. Változott az elmúlt 70 évben, gondoljuk, hogy honnan indult a szén és acél közösségtől hová jutott, és változni fog. A változásnak ne csak az elszenvedői legyünk, hanem legyünk ennek az alakítói, valamilyen formában befolyásolói, és az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését vigyük tovább. Elkezdtünk egy utat építeni, a kisebbségvédelmi javaslatunkkal, csomaggal, ehhez jön egy másik polgári kezdeményezés rövidesen, hál' Istennek, és ennek örülünk, és ez fontos. Ha a román belpolitikát nézzük, akkor ismét csak az van, hogy megkerülhetetlenek legyünk, és belpolitikai tétje van az Európa Parlamenti választásoknak Romániában, mert egy két esztendős választási időszaknak az elején vagyunk. Államelnök választás lesz még ebben az esztendőben, jövő évben önkormányzati meg parlamenti. És a román pártok nagyon fognak mozgósítani azért, hogy mindenki a saját erejét, a helyzetét megerősítse, bebetonozza, vagy megmutassa, hogy nem veszített, vagy megmutassa, hogy nőtt. A 16-os választási eredményekhez képest, ezért nekünk is nagyon erősen, világosan kell fogalmaznunk, amikor azt mondjuk, hogy a tétje mi a mostani Európa Parlamenti választásnak. Egyrészt Európa, másrészt nyilván nekünk is fontos, hogy Romániában is lássák, hogy megvan a támogatottsága az RMDS-nek, illetve hogy az erdélyi magyar közösség tudja, hogy mit akar. Ezt a két dolgot egybe kell tenni, mozgósítani kell, és én azt gondolom, hogy azt az útépítést, amit elkezdtünk az Európai Uniós küzdőtéren, mert ez is egy küzdőtér, a politikának ez is egyik küzdőtere, az őshonos etnikai nyelvi kisebbségek védelmére, azt az utat tovább kell építeni. Tehát ha elég erős az erdélyi magyarok képviselete, akkor ez mondjuk egy muníciót adhat a kisebbségvédelmi törvény elfogadására. Mindenféleképpen, mert többen vagyunk, akik tudunk az ügyért harcolni. Ez másnak nem fontos, csak nekünk. Azért egyezünk meg, hogy az őshonos kisebbségek védelme ma a magyarokon kívül másnak nem fontos. Így van.
A Nyugat-Európában élő őshonos kisebbségek többnyire az elmúlt 50 évben rendezték a problémáikat Dél-Tirol, ugye nem kell hosszan érvelni mellette. Dél-Tirol, igen, Katalónia nem. Igen, de ők nem tartják magukat nemzeti kisebbségnek. Ők ezért nem is vettek részt a FUE munkájában, csak megfigyelők voltak, mert ők azt mondják, hogy ők nem nemzeti kisebbség. A svéd-finn viszonyt ismerjük. Közép-Kelet-Európában rendezetlen a dolog, ennek mi vagyunk a legnagyobb nemzeti kisebbsége. És én azt gondolom, ilyen szempontból fontos, hogy ezt tovább vigyük, és helyettünk ezt a munkát nem fogja senki elvégezni. Partnereket kell keresni. Ehhez viszont kell egy erős kárpát-medencei magyar képviselet, mert meg kell tudni győzni egy csomó más nemzetet, nemzetképviselőjét, hogy amit mi kérünk, az teljesen rendben van, európai, nem irányul senki ellen, gazdagítja Európát, nem szegényíti, erősíti Európát, és nem gyengíti. Hogyha már kárpát-medencei képviseletről beszélünk, akkor friss ügy az, hogy néhány az Európai Néppárthoz tartozó néhány kisebb párt azt szeretné, hogyha kizárnák a Fideszt az Európai Néppártból. Mai legfrissebb hírek szerint 48 képviselő van, 52-en biztos, hogy nem szeretnék ezt, és 160-an pedig bizonytalanok. Az RMDSZ-es képviselők hol állnak ebben a mezőben? Ellene szavazunk, én magam is ott leszek március 20-án, és nem támogatjuk a kizárást, magát az ötletet is rossznak tartjuk. Ennek két oka van mindenféleképpen, amit így röviden el lehet mondani. Az első az egy morális kérdés. Megszegte-e a Fidesz az alapértékeket? Nézzük meg, hogy mit mondott Gaspari, mit mondott az alapító atyák egyike vagy másika. És azt látjuk, hogy nem szegte meg az alapértékeket, az alapelveket a Fidesz. Ez a morális... Akkor ezek szerint a néppárt kanyarodott el más irányba. A néppárt az nagyon tág. A néppárt a legnagyobb ernyő ma az Európai Parlamentben és Európában, és a bal szélétől a jobb széléig nagyon sokféle politikai alakulat van ebbe. Lehet, hogy kicsit túl sok is. Nem tudom, hogy túl sok, de így tudott erőt mutatni, így tudott az elmúlt esztendőkben, az elmúlt évtizedekben politizálni, és jó, hogy ilyen volt egyébként. És ezt az erejét meg kellene tartani, a belső vitákat le kell folytatni, a választások után kell ezzel foglalkozni, mert pontosan a politikai érv az az, hogy választási kampányban ilyen vitát nem indítasz el, a néppártot nem szakított kettőbe, a szocialisták már bontják a pezsgőt, amikor azt látják, hogy mi történik a néppártban. Saját magát darálja. Saját magát felőrli, és ezzel csak veszíteni tud mindenki, és előállhat egy olyan helyzet, hogy nem ő lesz, nem a néppárt lesz a legerősebb frakció az Európa Parlamentben, amit én egyébként hosszú távon tragikusnak tartanék, mert azt gondolom, hogy az Európai Néppárton belül minden vita ellenére még mindig meg lehet találni azt a közepet, amely azt jelenteni, hogy a nagyon megosztó kérdésekben is a korrekt döntések szülessenek. Az egyik ilyen megosztó kérdés az nyilván a migrációhoz kapcsolódik, de hát itt vannak azért más súlyos kérdések is, amelyeket a következő időszakban az Európai Unióban el kell dönteni. Tehát semmi nem indokolja ma, hogy a Fideszt kizárják egyrészt, másrészt meg teljesen kontraproduktív a megosztottságot mutatni fel a választási kampányban. Én nem is értem, akik ezt kitalálták, azok mire gondoltak. Az ön telefonja szokott csörögni? Hívogatják önt a Beszéltem népen? Én is nagyon sok kollégával, természetesen a Joseph Dollal is a tegnap előtt, azt hiszem, vagy még az előtt. Meggyőzni arról, hogy mondjuk álljon be a Fidesz kizárását támogatók? Nem, olyan nem volt, aki erről megpróbált volna meggyőzni, mert az első pillanattól azt mondtam, hogy mi ezt ellenezzük, és nem tartjuk egy jó ötletnek, butaságnak tartjuk. Uh-huh. Nem, én az elnöknek, a Joseph Dollnak azt próbáltam elmondani hosszasabban, mint amit itt mondtam, hogy morális, politikai, meg mindenféle okokból miért lenne ez egy óriási tévedés, egy óriási hiba, ha ma a néppárt ezzel foglalkozna, illetve azt is elmondtam, hogy a mi álláspontunk az egyértelmű, hogy tudja, hogy hol állunk, egy-kettő, hogy ott leszek én is március 20-án, és természetesen a pártelnökök közül én is szót kapok, és én is elmondom, hogy mit gondolok erről a kérdésről, amennyiben eljutunk oda. De azt is elmondtam Joseph Daul elnök úrnak, hogy a legjobb az lenne, ha nem lenne szavazás. Ha ő, mint a családfő, mint a néppárt elnöke, megmagyarázná azoknak, akik kezdeményezték ezt az egész butaságot, hogy nem kell ma szavazni. Ma bármilyen szavazás meg fogja osztani a néppártot. Akár így dől el, akár úgy dől el. Választási kampányban ilyet nem csinálunk. Másrészt pedig a választási kampányok logikáját kell látni abban, mikor az egyik vagy a másik tagpártnak a kampányát nézzük. Az, amit a Fidesz csinál, az egy választási kampány logikába beleillik. A véleményszabadság az én szerintem itt is kell, hogy működjön. Egymás véleményét tiszteletbe kell, hogy tartsuk, ez igaz. De egymás véleményét el is kell tudnunk fogadni, hogy ezt a szabadságot senki nem akarja korlátozni. Szóval nem egy egyszerű történet, de persze minden nap, szinte minden nap beszélünk. A Román Nemzeti Liberális Párt elnökének is, Orbánnak, a Ludovik Orbánnak magyaráztam, hogy miért nem kellene nekik ezt megszavazniuk.
Hát ők nyilván a németekhez fogják igazítani a döntésüket, és az utolsó pillanatig fognak várni, de beszélek én is szinte minden nap, vagy naponta többször is kollégákkal innen-onnan. Nagyon gyors kérdésem, van még időnk. Egy egészen páratlan ellenszélben a Székely Nemzeti Tanács pert nyert az Európai Bizottság ellen. Ugye kezdődhet az aláírásgyűjtés, a nemzeti régiókról szóló aláírás. Mi ennek a politikai jelentősége? A két polgári kezdeményezés egymást kiegészíti. A Minority Safe Pack, meg ez az SNT, ott mi is jelen vagyunk, Korodi Attila képviseli az RMDSZ-t ebben a kezdeményező bizottságban, és mind a ketten ugyanazt az utat jártuk be. A Barroso bizottság mindkettőnket elutasított, mindketten a luxemburgi bírósághoz fordultunk, mindkét esetben Romániával, Görögországgal és Szlovákiával pereskedtünk, ők voltak a másik oldalon a bíróságon, és mindkét pert megnyertük. Mi két évvel korábban nyertük meg, most megnyerte az SNT is. Körülbelül két hónapon belül a bizottság majd ezt befogadja, és akkor elkezdődhet az aláírásgyűjtés. Nagyon fontosnak tartom, mert a két kezdeményezés egymást nagyon szépen kiegészíti. Az útépítést, azt, amit mi elkezdtünk, ezzel csak erősíteni lehet, és részt tudunk jutni a falon előbb-utóbb. Nem lesz könnyű, mert azért ellenszél lesz továbbra is, amikor az őshonos kisebbségekről beszélünk az Unióban, de azt gondolom, hogy ez a két kezdeményezés együtt sokkal nagyobb eséllyel tud sikerre jutni. Kelemen Hunor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.